A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai témánk egy nagyon-nagyon fontos program, az Aranyhíd, egy olyan elsősorban fiatal korosztálynak szóló közönösi program, amely a Pannon térség más településeit és Európát tudja kulturális értelemben hídként összekötni a választott európai kulturális fővárossal, Veszprémmel. Mi viszont a tartalmi oldalát fogjuk, erről fogunk beszélgetni vendégem Nagy Judit, a Színtér Egyesület elnöke, tisztelettel köszöntelek, illetve a Szabad Színház művészeti vezetője. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mert hogy először, ugye ebben az esztendőben sajnos egyéb okok miatt nem tudtunk ott lenni a táborban, a Velencei tónál, de azt hiszem, hogy ez mindig nagy élmény, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Mi minden történt? Igen, hát most ismét a Velencei tónál voltunk, hiszen én lokálpatrióta vagyok olyan értelemben, hogy szeretek a térségben, a Pannon térségben maradni akár a táborok alkalmával is, és ez most is így történt. Két korosztályban hoztunk létre tábori produkciót, a kisebbekkel én foglalkoztam az idén, és a Hófehér Hercegnő című szintén eredet mondát dolgoztuk fel. Ez egy felvidéki monda volt, amit a gyerekekkel bemutattunk. A nagyobbak pedig egy improvizációra épülő színházat csináltak, aminek végül azt a címet adták, hogy Zsombi, de nagyon érdekes volt, egy színház belső világáról szólt tulajdonképpen. Színház a színházban, ahogy Shakespeare-nél már megtanultuk, és hát nagy örömünkre ellátogattak a szülők is, barátok is, és egy nagyon szép búcsú este keretében be is mutatták mind a két produkciót. Hiányzik. Én azt hiszem, hogy mindenki ott lett volna az egész nyáron, ha úgy tetszik. Igen, azt mondom, hogy a szülők is nagyon sokszor nosztalgiával tekintenek a tábortűzi dalolásokra, beszélgetésekre, és szívesen jönnek nem csak a bemutatóra, hanem menet közben is. No, hát akkor megérkeztünk ehhez az innovatív ifjúsági közösségek bevonására építő, összetartozást erősítő, hiánypótló művészeti programhoz, ez lenne az Aranyhíd. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mert bár ugye az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém az egy másik történet, de amikor végigolvastam ezt a programot, én azt gondolom, hogy azok a célok, amelyeket kitűztek az alkotók és a közönség találkozójáról, azok fantasztikusak. Kezdjük az elején, hogy született meg a gondolat, hiszen ez egy nagy évű pályázat és történet. Igen, ez egy pályázat eredményeként jött létre, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezt a székesfehérvári kulturális innovációt exportáltuk ezúttal most Veszprémbe, hiszen körülbelül egy 20-25 éve már, hogy foglalkozunk eredetmondákkal itt a Pannon térségben, és hát aki figyelemmel kísérte a tevékenységünket, az a koronázási ünnepi játékok, illetve azt megelőzően a történelmi kavalkádnál is láthatta az élőképes krónikát, például, hogy a Pannon mesék valamelyik részét biztosan látta valaki, amiben a vértes legenda, a búvárkun története, akkor a Székesfehérvár legendája, a Hartwig, ugye kifejezetten István király legendája, a Bánkbán, Szent Margit, Szent Erzsébet legendája mind-mind megelevenedtek, és még föl sem tudom sorolni, hogy mennyi minden az elmúlt 20-25 évben, de tulajdonképpen exportáltuk ezt ami mesélő, beszélő, zenélő házak című intermédiás produktumunkat, aminek ugye az a lényege, hogy amikor mi nem vagyunk jelen, akkor ezek a történetek akkor is megtekinthetők a székesfehérvári okos térképes alkalmazása, vagy akár a helyszínen lévő QR-kód segítségével, mondjuk a Szent Imre szobornál meghallgatható a Kecskés együttesnek a Szent Imréről szóló népéneke, az például zenél, vagy a Melokkó Mátyás szobornál meghallgatható Mizsei Zoltán ornamentikákhoz rendelt hangsora, vagy a Fekete Sas szálonál megtekinthető
áttekinthető a feketesas reformkori története, és így tovább, Pilinszky háznál a Konczkároly által megzenésített két Pilinszky vers hallható, szóval a mesélő, zenélő, beszélő házak innovációja és exportja ez tulajdonképpen. Volt egy pályázat az Európa Kulturális Fővárosával kapcsolatban, és ugye volt egy szomorúság is Fehérvár részéről, de mi mégis bevittük Fehérvárt ebbe a történetbe. Így úgy, amúgy a kiskapun, de bevittük. Tehát kézenfogva jár István, igen, a királyok városa, igen, és Gizella a királynék városa tulajdonképpen. Hogyan lehet ezt a két legendát összekötni, hiszen ez történelmi kérdés bizonyos értelemben, hiszen össze kell a pálos rendet Zalacsánnyal, ókori panonkultúrát, mind-mind-mind. Hogy indult ez a munka? Hiszen ez nyilvánvaló, hogy egy nagyon komoly felkészülést, kutatást igényelt, és ahogy az imént elmondtad, egy fantasztikus történet kerekedett ki belőle. Tulajdonképpen azok a települések, Vonyarc, Vashegy, Zalacsány, Hévíz és Veszprém, ők jelentkeztek a mi felhívásunkra, hiszen amikor ez a pályázat megjelent, akkor az volt a feltétele, hogy az Európa Kulturális Fővárosában szereplő településekkel kell együttműködni. És mi megpróbáltunk olyan településekkel együttműködni, akiknek a történetei beleillenek ebbe a pannon kultúrkörbe, vagy a pannon regekörbe, amit mi elkezdtünk feldolgozni akár az ókortól, hiszen gondoljunk a római korra, Hévíznek pont római kori legendája volt, római kortól a középkorig bezáróan, és ezek a települések jelentkeztek, hogy ők szívesen együttműködnének velünk, őket ez érdekelni. Volt ugye már referenciánk, a mesélő, zenélő, beszélő házak Székesfehérváron, tehát el tudtuk nekik mondani, meg tudtuk mutatni, hogy mire gondolunk, és őket ez érdekelni. Nyilván terveznek ők is okostérképet, nyilván mindegyik település tervez turisztikai attrakciókat a továbbiakban, illetve, hogyha belegondolunk, mindegyik településnél ezek a legendák, a turisztikai attrakciók fő fókuszai. Például Hévíz esetében ugye a hévízi tó keletkezés története, vagy Vonyarc-Vashegy esetén a 40 halász legendája, és ott volt Zalacsány, akinek tulajdonképpen egy ilyen nagyon, hogy mondjam, véletlennek köszönhető, hogy egyáltalán rátaláltak erre, hiszen ott egy házaspár, egy budapesti házaspár, akik megvettek egy területet, és ott panziót létesítettek egy gyönyörű helyen egyébként, és akkor ott egyszer csak észrevettek valamit a saját telkükön, szóltak a régészeknek, és aztán kiderült, hogy ez egy pálos monostor maradványa. Na most, hát ugye a Fehérvár megint, hogy hát ki más foglalkozna a pálos régészeti ásatásokkal is, mint Horváth Lóránt, ugye a Szent István Király Múzeum régésze, és mint most a Magyar Nemzeti Múzeumnak is az ásatás, régészeti ásatás sok vezetője, és ugye a Gorziumnak a továbbivője. Szóval Horváth Lóránt foglalkozott vele, és konzultáltunk a Lóránttal, ő adott kontaktot, hogy honnan tudunk a pálos rendről további információkat szerezni, mert ezt most napjainkban közösségi régészettel tárták tulajdonképpen föl, és most is folynak a régészeti ásatások, tehát, hogy olyan fantasztikusan érdekes történetek kerülnek elő még napjainkban is ebből a pannon térségből, hogy úgy gondoltuk, hogy ezeket érdemes itt megmutatni. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy olyan helyi közösségek, intézmények, művészek, múzeumok is segítsenek ebben a történetben, amit aztán sikerült megvalósítanatok. Hogy tudtátok felvenni a kapcsolatot ezzel sok mindenkivel? Hiszen itt majd lesz egy felsorolás a kiemelt programpontokról. Hát tulajdonképpen nem kellett, hogy ezeket a kapcsolatokat újraépítsük, mert mi ezekből a kapcsolatokból élünk 20-25 éve, szóval mindenhol megvoltak a telefonok, amikor ugye a Veszprém völgyben akartunk forgatni a Gizella
Ajándéka című történetet, amely arról szól, hogy Gizella ott hogyan hímezte és hímeztette apácákkal a kolonázási palástot, és ez volt a fő programelem, ami ugye összekötötte Székesfehérvárt Veszprémmel, és ennek a kis filmecskének a záróképe tulajdonképpen a veszprémi dombon található Gizella és István szobor, és amikor ezt akartuk forgatni, akkor ugye nyomban fölhívtam a Katát, az egyházi kommunikációs osztályon, hogy segítsen nekem abban, hogy minél hamarabb egy kontaktot találjak a Veszprém völgyi monostorhoz, szóval, hogy gyakorlatilag mindenhol voltak ismerősök, kontaktok, múzeológusok, a Balaton Múzeum igazgatója, szóval régóta megvoltak nekünk ezek a kapcsolataink, igazából ezeket működtetni kellett. Akit én nem ismertem, és ez egy új kapcsolat, hogy van egy azt hiszem Szent Özséb, de tudjuk, hogy Özséb Boldog, de a barlangász csoportot úgy hívják, hogy Szent Özséb barlangász csoport, és őket én nem ismertem, egy fiatal csapat, és tulajdonképpen ők azonosították be a Boldog Özsébnek, ennek a remetének, aki tulajdonképpen a pálos rend megalapítója, azt a hármas barlangját, amelybe a két társával együtt elvonult, és a mi filmünkben ez szerepelt. Ez a barlangás csoport, ezt most a 21. századba fedezte fel. Most visszatérve Gizellára, ez is egy fantasztikus történet, hiszen István király ajándékozta Gizellának Veszprém városát birtokul, és ráadásul most jutott eszembe, hogy nemrégiben ugye forgattuk a királynék, vagy királyaink útján Horvátországban filmet, és ott van ez a palást teljes egészében még hozzá a testvérvárosunk, nem Biográdban, hanem Novigrádban, egy templomban, úgyhogy fantasztikus történet. Amint, ahogy itt sorba megyünk, a hévízító története is, hiszen a gyógyító forrás keletkezése, illetve az egész történet, az mind-mind azt bizonyítja, hogy ehhez kellett olyan művészi munka és átgondolt, én azt mondom, hogy fantasztikus közösségi munka, amit mindenkit megszólít. Így van. Hát az volt a cél, hogy és mindegyik munkánkkal, ami csak a Pannon mesék gyűjtőnév alatt említhető, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak át tudjuk adni ezeket a legendákat. És nagyon meglepő volt számomra, hogy még a térségben élő felnőttek közül is találkoztam nem egy olyannal, aki nem olvasott Lipták Gábort, nem olvasott balatoni legendát, és neki újdonság volt a Vonyarci 40-halász legendája, vagy akár járt már Hévízen, látta is a szobrot, látta a hévízi gyógyfürdő előtt annak a keresztény dajkának a szobrát, ami körül kis szökőkutacskák vannak építve, és mégsem tudja, tudta, hogy ez kinek a szobra. Flaviusról meg semmi, holott, ugye, hogyha megnézzük Hévíznek a honlapját, vagy a Hévízi Múzeumnak a bármelyik felületét, akkor mindenhol ott vannak ezek leírva, csak hát nincs vizuális élmény mögé téve, és hát ugye tudjuk, hogy az emberek igen keveset olvasnak, szóval különösen a fiatalok, és ez egy hiánypótló dolog volt innentől kezdve. Na most, hogyha valakinek nem mutatják ezt meg, akkor is van színezőnk, tehát hogyha már valaki találkozik mondjuk a Hévízi gyógyfürdébe egy ilyen színezővel, vagy akár a QR kóddal, hogy ezt meg tudja nézni, fölkelti az érdeklődését. Mi ezt most pont a Hévíz esetében úgy csináltuk meg, hogy abban nincs is szöveg, tehát külföldiek számára is érthető. Igyekeztünk olyan formanyelvi elemeket alkalmazni, hogy ne kelljen fordító programot, vagy akár szöveget alkalmazni, viszont hogyha ezt megnézi ezt a kis filmecskét, el tudja olvasni a szöveget, ami több nyelvre le van fordítva, tehát ha mélyebben érdekli a dolog, hogy mi is volt ez, akkor utána tud nézni. Igen. Szóval
Mi igazából az érdeklődést próbáltuk felkelteni, illetve azokat az üzeneteket átadni, amelyek alap üzenetek egy térség történetét illetően. Igen, tehát most már tudni fogjuk, hogy Flavius forrása, miért Flavius forrása, mint ahogy azt is, hogy a Vonyarci 40 halász legendája honnét ered. Igen, és hát ez is érdekes volt, hogy ezt én magam sem tudtam, hogy a Szent Mihály dombon lévő kis Szent Mihály templom, az az egyetlen halásztemploma Magyarországnak. Te tudtad ezt? Nem. Tehát, nem. Hogy ezt sem tudtam, és nagyon sokat segített még nekünk dr. Kovács Emőke, aki tulajdonképpen a Balaton kutatója, és hát gyakorlatilag Lipták Gábor művének a továbbvivője, hiszen ő a további korokra vonatkozóan is dolgozott fel történeteket, így például a színészeknek a legendáit, ami Nyári Krisztiánnál is látható, illetve a 19. század elejé villáknak a történetét, Tihany, Balatonfüred esetére, és természetesen egyházi legendákat is. És Kovács Emőke javasolta, hogy ezt a munkát folytassuk, ő nagyon szereti ezt, amit csinálunk, és hogy, hát, hogy próbáljuk most valami tematikus fűzérbe rendezve megcsinálni a további legendákat, de hogy ne hagyjuk abba. Hát teendő van bőven, mert ugye akár Fehérvárra gondolva is, igen, csak néhány házat csináltunk meg a belvárosba. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy kis időnk, meg van egy kis forrásunk, akkor mindjárt csinálunk egy kis filmecskét, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha el tudna indulni egy ilyen média műhely a fiatalok körében, és akkor még nagyobb esély lenne arra, hogy ilyen további legendákat föl tudjunk dolgozni. Még itt ebben a filmsorozatban Balogh Özsébről kell, hogy beszéljünk, vagy Boldogh Özsébről, hiszen az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendről van szó. Menjünk el Örvényeshegyre egy kicsit, hiszen ez is egy fantasztikus történet. Igen, az Örvényeshegyi fesztiválról talán többen hallottak, mint magáról Örvényeshegyről, és hát Zalacsányban most már ugye van székesfehérvári érdekeltségű panzió is, mert pont az egyik a Széles Gábor lányának a tulajdonában lévő panzió, aztán meg még van egy másik érdekesség, a golfpálya, és Zalacsányi Németh Ferenc, aki világhírű jazzdobos, szóval ezeket tudtam én is Zalacsányról körülbelül, de hát az Örvényes hegy titkáról nem tudtam. És tulajdonképpen az Örvényes hegy titka címmel pont ezt a történetet meséljük el, hogy ez az Eusebius nevű szerzetes, Boldogh Özséb, a Pilisből indulva, ott volt ez a hármas barlang, amit az imént említett fiatal barlangás csapat megtalált és beazonosított, több ismérv alapján, hogy ezek a barlangok kellően közel voltak egymáshoz, jól megközelíthetők, víz volt a közelben, kifűthető volt három szerzetes számára, mint valami szoba, lakható volt, és innen indulva tulajdonképpen két társával együtt egy látomásnak engedelmeskedve ment monostorról monostorra, és kereste fel ezeket a remete szerzeteseket, és alapította meg a rendet, és itt jön be Veszprém, hiszen a veszprémi érseket kérte föl a pápa, hogy ellenőrizze, hogy ez valami haknibrigáde, vagy pedig ezek valóság, komolyan gondolják a hitet. És a veszprémi érsek vizsgálta meg ennek a rendnek a működését, akik már addigra összegyűltek, és ez egy ma is működő rend, hogyha valaki autóval megy az Erzsébet hídon át Budapesten, akkor fönt az a barlang templom, az a pálosoknak a barlang temploma, és hát ugye hívják őket fehér barátoknak is, hiszen ők azok, akik fehér csuhában járnak a mai napig. Szóval ez is egy olyan érdekes volt, hogy sok-sok Pécs környéki, meg Pilis környéki feltárt rom maradvány után egy Zalacsány is lett. Tehát ez egy csoda történet. Igen, egyébként igen. Úgy fejezett be, hogy az Aranyhíd rengeteg új kapcsolatot hozott, és öntevékeny közösséget kapcsolt össze a Pannon térségben és a határon túl, és valójában ez az az érték, amire nagyon büszkék lehetünk. Én azt gondolom, nagyon büszkék lehettek rá, és még egyszer köszönjük mindannyiunk nevében.
De azért még egy kicsit menjünk tovább, hiszen a szabad színnál itt van a nyár kellős közepe. Én nagyon is jól látom, hogy a királyok felvonulásán Bence szokás szerint ott van az élen, és olyan tájékoztatást nyújt, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen mindig jön egy új korosztály, és ráadásul rengeteg fehérvári vendég, akiknek ez fontos. Viszont mi minden történik a közeljövőben ezen túl? Mi 18-a és 20-a között leszünk kint szintén a jól megszokott helyünkön, a Városház téren, a középkori piac téren, amelyben természetesen az idén is tartogatunk új elemeket, és egy másik hagyományőrző csoport lesz velünk szemben, úgyhogy mindenképpen ez új inspirációkat is ad, hiszen hogyha egy új társaság érkezik akivel egyáltalán lehet valamiféle kommunikációt folytatni egy középkori piacon, az már jó. Tehát az nekünk egy kiváló teret, és hát természetesen ide is szeretnénk minél több gyereket, fiatalt bevonni az utánpótlás csoportból, hiszen ezek azok a dolgok, amivel tényleg direktben át lehet adni a városnak a történetét, egyáltalán a középkornak a leheletét, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a rendezvényt ilyen nagyra sikerült menedzselni, hiszen most pont azt számolgattuk, hogy 10 év eltelt a történelmi fesztiválok idejében, de tulajdonképpen mi ezt 2009-2010-ben kezdtük a történelmi kavalkáda, szóval, hogy most már a 14.-15. évben vagyunk, hogy a város történetét feldolgozó fesztivál formában is feldolgozó rendezvényen részt vehetünk, és új ötletekkel segíthetjük ezeket. Mindig lehet újat adni. Mindig, igen. Hát minden évben, szóval, hogy igyekszem én arra is ügyelni, hogy olyan részleteket is becsempészek, hogy nem is lehet összekeverni a fotókat, tehát mindig vannak olyan részletek, amelyek számunkra is beazonosítják, hogy melyik évben mi történik. És nagyon-nagyon sok új adalékot kapok én is. Itt van például ez a Flap Dragon játék, ami ugye egy középkori játék, mi is középkori festményekről igyekszünk rekonstruálni játékokat, de nagyon sok középkori könyv, forrás, és ajánlanak is nekünk újabbakat, áll rendelkezésre is lesznek újabbak, hogy na például ennek a magyar vonatkozását én nem ismertem, mert én a Shakespeare téli regéből vettem ki ezt a középkori játékot, ami arról szólt, hogy a kocsmában ki kellett kapni egy borral teri hordóból azokat az idény gyümölcsöket, amelyek fönnmaradtak a vízszínén. Mondjuk a könnyű nyári alma fönnmaradt, nem minden gyümölcs maradt fenn, és kiderült, hogy ennek van egy magyar vonatkozása is, és nagyon hasonló a mi gombócos jóslásunkhoz, hogyha emlékszel, az adventi ünnepkörben van az András napi gombócok, ugye a lányok beleírják a gombócba a fiúk neveit, vagy akár a borbála ágvágásnál ott is az ágakra tűzködik, és amelyik ág hamarabb kihajt, akkor az lesz a férje, akinek a neve onnan leolvasható. Na most itt is volt ilyen, hogy belekarcolták a gyümölcsbe a férfi neveket, és még nők is csinálták ezt a játékot, és azt nemrég tudtam csak meg, hogy ennek magyar vonatkozása is volt ennek a középkori játéknak. Szóval ilyen érdekességekre bukkanok lépten nyomon. No, örülünk, hogy ismét azért lesztek, hiszen ez egy kiemelt program számunkra, nekem pedig feltétlenül, és hát akkor hajrá, mert lesz dolgotok bőven, aztán még hol van a szeptember, amikor elindul ezerrel a Szabad Színház is. Judit, én köszönöm szépen, és hát minden nézőnknek figyelmébe ajánlom ezeket a programokat, mert azt hiszem, hogy megéri megnézni, hiszen a múltban nem révedezünk, hanem minél inkább megismerjük, annál többet tanulunk, és ez mindenkire vonatkozik természetesen. Judit, köszönöm szépen. Nagyon én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Nagy Judit volt, a Szabad Színház művészeti vezetője, a Színtér Egyesület elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.